fontos árverés előtt megnézni, jól szemrevételezni a csikót, hogy nincsenek-e születési hibái, hogy a papíron milyenek a testvérei, mennyire volt jó az anyukája, vagy az apukája, és akkor ezek után lehet eldönteni, hogy melyek azok a csikók, amelyekre licitálni fog a vevő. Ha kinézünk csak egy lovat, az nem elég, könnyen meg lehet, hogy más is kinézte, és túl drága lesz számunkra. Tehát több lábon kell állni egy csikó árverésen, 6, 5, 8, kinek hány lóra van ideje megtekinteni egy kollégával, aki szintén szakvéleményt állít fel, hogy melyik tetszik neki, melyik szimpatikus, melyik arányos, melyik nem sérült, melyiknek nincsenek születési hibái. Számodra melyik az ideális sérling? Hogyan kell kinézni egy másfél éves ügetőnek? Ami őszinte tekintetű, nagyszemű, nem sunyi, nem rendelkezik születési rendellenességekkel, nem sérült, hosszú dereka legyen, ez az ügetőnek nagyon fontos, rövid lábai, kiegyensúlyozott hosszú nyaka a testéhez képest, ne legyen túl nagy és ne legyen túl pici. Tehát ezek az elsődleges szempontjaim. Mik azok a küllemi hibái a lónak, amit esetleg meg tudsz bocsátani, mert tudod, hogy az tréningek során alakulni fog, változni fog, vagy amikor még nő fejlődik, az akkor el fog tűnni, vagy átalakul. Elsősorban azt figyeljük, hogyha késői a csikó, és akkor a többihez képest még pici, de hát mivel, hogy később született, talán utoléri a többieket, azt még lehet nézni, ez a szabadon futó videót, amit játszanak be a yearlingeknél, amikor a karámba szabadon szaladnak, hogy a hátsó lábával megfelelően szétlépe, mert hogyha kellően szétlép, akkor megfelelően gyors lesz, és fog tudni tempót menni, hogy az első lábával nem egy csámpáz nagyon a másik első lába mögé, mert akkor térdverős lesz. Ugye ezek is adottságok, mert nálunk csak balra van verseny, számos más országban vannak pályák, jobbra versenyek is. A balra versenyeknél, ha az egyik lábával csámpáz befelé, az még nem probléma. Ha a másikkal, az már igen nagy probléma, mert akkor kitekeredik majd verseny közben.